Petőfi Sándor Kiskőrösön született 1823. január 1-én. Hamarosan születésének 200. évfordulójához érkezünk, éppen ezért még 2020. októberében megalakult a Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottság, melynek célja és feladata, hogy eseményeken, kiállításokon keresztül minél szélesebb körhöz eljussanak az életével, munkásságával és politikai tetteivel kapcsolatos történések. Köszöntöm a vonalban Domonyi Lászlót, Kiskőrös polgármesterét, a Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottság elnökét. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönjük szépen, hogy beszélgethettünk erről a fontos témáról. Ünnepélyesen is megnyitották ugye a Petőfi 200 emlékévet. Milyen előkészületek zajlottak az elmúlt időszakban, hogyha visszatekintünk erre a két évre? Igen, én azt gondolom, hogy Kiskörösnek rendkívül fontos Petőfi és a Petőfi kultusz ápolása, és nagyon fontos az egész országnak, de nem csak az egész országnak, hanem Kárpát-medencének is nagyon fontos, hiszen Petőfi üzenetei örök, érvényűek, és a mai nap is minden szava szinte beépíthető az életünkbe. A legnagyobb magyar költőnk és a legismertebb magyar költőnk Petőfi Sándor. Nekünk kiskörösieknek kötelességünk a Petőfi kultusz ápolása, hiszen 1880. októberében, amikor Jókai átadta a Kiskörös városnak a Petőfi házat, mint az ország első igazán meghatározó irodalmi emlékhelyét, akkor a mindenkori kiskörösi városvezetés azt vállalta, hogy a házat és a házzal együtt Petőfi kultuszát örökre vinni fogja és ápolni fogja. Úgyhogy mi ennek a küldetésnek élünk, és ezzel dolgozunk, és ezért készülünk most nagyon nagy erőkkel 200. születésnap ünneplésére. Mit tud tenni az Emlékbizottság annak érdekében, hogy a már egyébként is meglévő értékek, az egyébként is meglévő helyszínek még hatékonyabban tudjanak működni a bicentenárium kapcsán? Milyen tervek vannak, hogyha a jövőbe tekintünk, a jövő évre nézünk? Igen, mi most felújítottuk, és felújításra került a szülőház, az emlékmúzeum, a Petőfi állandó kiállításunk megújult, és az egész épületrendszerét a Petőfi örökségnek megújítottuk kormányzati segítséggel és jelentős önerővel. Sikerült ezt megoldanunk. Nagyon fontos az, hogy a Petőfi 200 ünnepség sorozat kapcsán úgy várjuk Kiskörösre az irodalom kedvelőket, a Petőfi kedvelőket, hogy tényleg igazi szép élményt adhassunk. Mi úgy készültünk az Emlékbizottsággal, hogy kiállítások, koncertek, irodalmi estek szinte Kiskörösön hetente rendezvény lesz és legyen ahhoz, hogy méltó ünnepe legyen Petőfinek, és azt az örömteli hírt is el kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak Kiskörös ünnepe, és nem csak Kiskörös ünnepli, a kormány is a Petőfi 200 ünnepségsorozatot elindította és meghirdette, és Bács-Kiskun megyei önkormányzat is Üdeg László elnök úr vezetésével összefogja a Bács-Kiskun megyei emlékhelyeket, és megyei összefogással is, közösen is sok-sok rendezvényt és sok kiállítást és sok érdekes eseményt fogunk kínálni azoknak, akik Petőfit szeretik és kedvelik.
Ez a nap március 15-e kiemelt nap ebből a szempontból is, hogy megemlékezzünk hazafi cselekedeteiről, és azokról a politikai és a politikát meghatározó költészeti alkotásairól, amelyek ugye a mai napig elkísérnek minket. Ha Kiskörösre látogatunk, akkor miként él most ott Petőfi az emberek emlékezetében, az emberek között, mármint úgy az emlékezetében természetesen, ugye, hogy a tárgyi emlékek és a különböző legendák, vagy akár kultuszok, vagy akár a büszkeség tekintetében. Nálunk is körösen a legnagyobb ünnep az a március 15-e. Mi mindig a napján ünnepeljük, és mindig nagyon nagy ünnepet rendezünk, hiszen Petőfi kötelez minket, és azt gondoljuk, hogy 1848 üzenete Petőfivel főleg az kötelez minket arra, hogy március 15-e nálunk meghatározó ünnep legyen. Szerencsére meghatározó ünnep egyébként Magyarországon is, és Kárpát-medence mondhatom szinte minden településen. Nálunk tényleg fokozott ez a hangulat. Ilyenkor azért megmozdul a város, megmozdulnak az iskoláink, megmozdul mindenki, hiszen tudjuk, hogy Petőfit ünnepeljük. A Petőfi ház egy olyan hely, ahol meg kell jelenni március 15-én, ahol le tudjuk rakni az emlékezet virágait, és hát mivel, hogy itt van Kiskörösön, ezt nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezt így is kell tenni. Tehát nálunk március 15-én az óvodásaink, az iskolásaink, a civil szervezeteink, mindenki egyként mozdul és ünnepel. Március 15-e van Petőfi Sándorhoz kötött legnagyobb nemzeti ünnepünk. Ahogy említette is ugye még a beszélgetésünk elején, hogy azok az értékek, az a fajta kultusz, amit Petőfi Sándor jelent a magyar nemzetnek, egész Kárpátaljának, az fontos, hogy ma is az életünk része legyen. Mik azok az üzenetek, mik az útravalók, amiket a Petőfi Sándor cselekedetei, tárgyi emlékei által, a költészete által jelenkorunkban is tudunk hasznosítani, és jelenkorunkban lefordítva is tudunk példaképként tekinteni rá. Én egy picit úgy fogalmaznék, hogy nagyon bízom és nagyon remélem, hogy Petőfi üzenetét minden magyar ember a mai világba át tudja és át akarja venni, hiszen Petőfi Sándor legfontosabb üzenete az a hazaszeretet. Az a hazaszeretet, amit nemzetünkért és népünkért tenni kell. És én bízom benne, hogy ezt az üzenetet át tudja adni a mai kornak és a mai fiataloknak is. Nagyon tudni kell mindenkinek a helyét, úgy, ahogy az Petőfi is megfogalmazta, mert hazánk az csak egy van, és ez a mi nemzetünk, és magyarnak lenni jó, és magyarnak lenni büszkének kell lennünk, hogy magyarok vagyunk, és erre a magyarságra hívja föl legfőképpen Petőfi mindenki figyelmét, és remélem, és bízom benne, hogy ez soha egyetlen magyar ember se felejti el. Ezért kell, hogy ez az üzenet megmaradjon. És ami még nagyon érdekes, hogy ezt nem csak Magyarországon szeretik és viszik ezeket az üzeneteket. Ezek nem csak a magyaroknak szól, ez minden nemzetnek szól, és mindenkinek, aki a hazáját szereti, mert a világban rendkívül sok fordítása van Petőfinek, és a nemzetről, a hazaszeretetről, a szeretetről, a szerelemről írt versei a legnépszerűbbek nemzetközi téren is, és az üzenete talán a legfontosabb az, hogy sose felejtsük el azt, hogy magyarok vagyunk, sose felejtsük azt, hogy van egy nemzetünk, és egy néphez tartozunk, és ezt soha föl ne adjuk.
Hát ennek a hazaszeretetnek lehetnek részesei, tehát azok, akik ezeket a programokat meglátogatják, ellátogatnak azokra a helyszínekre, amelyek főként ugye Bács-Kiskun megyére korlátozódnak, de természetesen ugye az ország több pontján is lesznek majd, és vannak is a mai nap folyamán is, akár Petőfi Sándorral, akár a márciusi ifjakkal kapcsolatos megemlékezések, de ugye említette, hogy egy nagyszabású összefogás indult el, nem csak Kiskörösön, hanem akár az állam részéről, akár ugye Bács-Kiskun megye több településének vezetőségével, illetve a Bács-Kiskun megyei önkormányzat összefogásával. Létezik egy honlap is, amely egy csokorba gyűjtve mutatja be az érdeklődőknek azokat az eseményeket, amelyek Petőfi életéhez köthetők, Petőfivel kapcsolatosak, és ezzel a fajta üzenettel, amiről most beszélgettünk. Mi ennek az oldalnak a címe, hogyan tájékozódhatnak hallgatóink? Igen, a Bács-Kiskun megyei önkormányzatnak is Petőfi 200 elnevezése, de Kiskörösön is a Kiskörös város honlapja, a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja viszi ezeket a híreket, és az a Petőfi 200-as honlappal lehet tájékozódnunk, és bízom benne, hogy sokan érdeklődnek és nézik. Olyan eseményeket és olyan rendezvényeket és olyan, mondhatom azt, hogy irodalmi túrákat is szervezünk itt Kiskörösön is, de a Bács megyei érintett települések között is, amik érdeklődésre tényleg számottevő sok-sok lehetőséggel kínáljuk az ide látogatóknak, és ebbe a sportolási lehetőségtől, az irodalmi élménytől elkezdve mindent kínálunk, mert Petőfi túra, gyalogtúra, kerékpáros túra, futóverseny, egymás települések közötti túrák lesznek, közben irodalmi vetélkedőkkel, verseléssel, szóval nagyon-nagyon színes programot ajánlunk az ide látogatóknak, és remélem, hogy sokan szeretik Petőfit, és akik szeretik Petőfit, azok el is indulnak, hogy a 200. születésnapja alkalmából ezeket az emlékhelyeket végigjárva emlékezzenek egy picit Petőfi Sándorra, a múltunkra és a Petőfi üzenetekre. Ha jól tudom, akkor ott Kiskörösön a sok-sok lehetőség közül a Petőfi vonal, amely egyfajta vezetett formában juttatja el az odaérkezőket azokra a helyszínekre, amelyek Kiskörösön Petőfi Sándorhoz kapcsolhatók, de ha minden igaz, akkor gazdagodott ez a repertoár, mert verspad és versautomata is kihelyezésre került, amely megint csak a kultúrát segíti elmélyíteni, de milyen formában, hogyan valósul ez meg, és kinek volt ez az ötlete? Igen, ezek már a modern világ üzenetei, és mindent alkalmazunk, és mindent bevetünk azért, hogy az ide látogató érdekes dolgokat kapjon, és a fiataloknak is szeretnénk üzenni a modern technikával. Ezért Szedmák Tamás alpolgármester úr kitalálta, ő egyébként az összefogója ennek az egész Petőfi 200 ünnepség sorozatnak, és kitalálta, hogy legyen versautomata. A versautomata egy gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy zenegépet, hogy itt van a Petőfi ház mellett fölállítva, és hogyha oda megyünk, akkor kiválaszthatunk nekünk tetsző Petőfi verset, és ez az automata felmondja nekünk ezt a verset. Ezt egyébként a helyi középiskolánk, a Vattai szakiskola készítette a diákjaival. Egy szenzációs dolog, és nagyon, nagyon érdekes. A verspad az pedig egy könyvformájú pad, amire rá is lehet ülni természetesen, és Petőfi versek vannak erre a padra fölírva, úgyhogy lehet Petőfi verseket olvasgatni a téren úgy, hogy
hogy a padokról, és akár meg is lehet ezeken a padokon pihenni. Ez csak egy dolog, ugye itt van még a János Vitéz látogató központunk, egy rendkívül mozgalmas, interaktív János Vitéz kiállítás. Ez egy olyan 20-25 perces barangolás a János Vitéz különböző színei között. Ez tényleg a fiataloknak, az időseknek egyaránt nagyon nagy élményt nyújt, és tényleg a legmodernebb technikával lehet ezt a János Vitéz történetet végigjárni. Úgyhogy mi nagyon készülünk, mi nagyon várjuk az ide látogatókat, és azt szeretnénk üzenni Magyarországnak és minden magyar embernek, hogy ne felejtsük el azt, hogy Petőfi Sándor Magyarország legismertebb és leghíresebb költője, és azok az üzenetek, amiket ő elmondott 200 éve, vagy hát 1848-ig, addig mai napig is élnek, és 200 év múlva is ezek az üzenetek aktívak és megfontolandók. Hallgatóink, akik ugye hallgatják most ezt a beszélgetést is, kedvet kapnának ahhoz, hogy megnézzék ezeket a kiállításokat. Több napra tervezzünk, hogyha szeretnénk Kiskörösre látogatni, és akár a környező településeket is megnézni, amelyek érintettek Petőfi kapcsán. Tehát tudunk akár egy több napos kirándulást szervezni, vagy pedig alkalmasak akár ezek a kiállító helyszínek egy célzott csoportlátogatás tekintetében, akár mondjuk iskolai csoportok szempontjából, akik éppen a János Vitéz tanulják az iskolában. Igen, nagyon-nagyon alkalmas, és a János Vitéz látogató központunk most már a 6. éve működik, kimondottan a legintenzívebb találkozások azok az iskolai csoportokkal vannak, úgyhogy előszeretettel is sokan jönnek hozzánk. Egy picit, ha őszinte lehetek, akkor a Petőfi házunk most felújítás alatt van, tehát a Petőfi ház június közepétől lesz látogatható Kiskörösön, ugyanis itt egy picit megcsúsztunk, de mindenkit nagy szeretettel vár az összes többi attrakció, a Petőfi házunk pedig június közepétől lesz látható, és együtt mi tényleg egy komplett többnapos csomaggal is készülünk az ide látogatóknak, hiszen azért azt tudni kell, hogy a Petőfi kultuszápolás mellett Kiskörösnek nagyon komoly gasztronómiai élményekkel is tudunk, természeti környezetünk is kiemelkedően egyedi és nagyon szép, és a felnőtteknek különösen ajánlom a bor kultúra megismerését, mert azért a kiskörösi üdefriss reduktív technológiával előállított rozé és fehér borai, azok most már mondhatom azt, hogy nagyon híresek. És még egy nagyon jó dolgokról tudok mesélni, és az pedig nem más, mint a kiskörösi termálfürdő, gyógyfürdő, hiszen egy nagyon-nagyon jó minőségű gyógyvízünk van, egy nagyon szép és elérhető áron megkapható fürdő, ami majd egyszer remélem még fejlesztésre fog kerülni, de az ide látogatóknak már ezt az élményt is nagyon nagy örömmel ajánlom. És Kiskörösön van Közép-Európa egyetlen közlekedési múzeuma, szintén nagyon nagy élmény a gyermekeknek, de az időseknek is, hiszen csak egy érdekesség, aki emlékszik arra a tévésorozat, hogy Józsi az úthengerrel, na ez az úthenger is ebben a múzeumban található és működőképes. Kiskörösön van egy oldcar múzeum, és nagyon sok, tényleg nagyon sok szép dolgot tudunk bemutatni. De a többnapos programhoz nem csak Kiskörös csatlakozik, hanem mi itt szeretettel ajánljuk a környező településeinket is, Soltvadkertet, Kecelt,
a hajósi pincéket, és természetesen a kalocsai érseki központot és magát Kalocsát is. Tehát egy hosszú hétvégét nálunk eltöltetni, tényleg nyugodtan mondom azt, hogy egy nagy élmény. És hogyha már a gasztronómiát említette, ugye, hogy kiemelkedő gasztronómiai értékekkel bírnak ott Kiskörösön, akkor itt a honlapról szemezgetve, amely ugye a Petőfi 200 nevet viseli, biztos vagyok benne, hogy akkor ezek szerint önöknél is lehet Petőfi rostélyost, azt akár burgonya lángossal elfogyasztani, vagy töltött tojást Petőfi módra, hogyha már ugye mindenféleképpen hazafinkről beszélgettünk. És egy Petőfi által szeretett túros csúszás is lehet fogyasztani még, és még egy nagyon nagy dologra is beszámolhatok, hogy Petőfi által a Pilvax kávéházban fogyasztott és a baráti köreivel együtt mindig kávélikörrel kezdték a napot. Ezt a kávélikört is egy kiskörösi üzem legyártotta, és Pilvax kávélikör néven forgalomba is fogjuk helyezni, és ez a kávélikör is egyébként a Petőfi 200-as ünnepség sorozat fő ajándéka és attrakciója lesz. Ezt nem sokan tudják, de kávélikör volt a Pilvax kávézóban a kedvenc itala Petőfi Sándornak és baráti körének. Úgyhogy még ezzel is rendelkezünk a finom boraink mellett. Köszönöm szépen, Domonyi Lászlóval beszélgettem, Kiskörös polgármesterével, a Kiskörös Petőfi 200 emlékbizottság elnökével, mégpedig annak apropójából, hogy 2023. január 1-én kezdődik el a Petőfi bicentenáriumi év, hiszen születésének 200. évfordulójához érkezünk a jövő évben, és hát rengeteg programmal, eseménnyel, lehetőséggel várják az odaérkező vendégeket, és egy kis zenét követően még folytatjuk a kiskörösi repertoárt, hiszen hamarosan bekapcsoljuk a műsorba dr. Filus Erikát, aki a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója. Polgármester úrnak pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk erről a fontos témáról. Petőfi Sándor szülőháza Kiskörösön a történelmi emlékhelyek sorában foglal helyet műemléképület, a mellette lévő emlékmúzeum állandó és időszaki kiállítások számára épült, valamint irodalmi és kultusztörténeti, néprajzi és képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik. A kettő között kapott helyet a Petőfi műfordítói szoborpark, amely egyedülálló módon gyűjti egybe és mutatja be a költők külföldi fordítóit, és a szülőház szomszédságában találhatóak a kincses kamrák, vagyis a képzőművészeti és néprajzi látványtárak. Ezen egységben kap-e vajon helyet az ország legnagyobb Petőfi tematikájú kortárs képzőművészeti gyűjteménye is? Ezt már dr. Filus Erikától, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatójától, a Kiskörös Petőfi 200 Emlékbizottság titkárától kérdezem, akit köszöntök a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat! A bicentenáriumi év megnyitása kapcsán került szó arról a egyedülálló képzőművészeti gyűjteményről, amit ugye említettem, az ország legnagyobb Petőfi tematikájú kortárs gyűjteménye. Valóban a mi múzeumunk gyűjti az országban egyedülálló módon a legnagyobb kortárs Petőfi vonatkozású képzőművészeti anyagot. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a kollekcióra, körülbelül 600 képzőművészeti alkotást foglal magában ez a gyűjtemény. Önállóan ez a tárlat, ez helyhiány miatt nem jelenik meg, de törekszünk arra, és az elmúlt években is így volt ez, hogy időszaki tárlatokon tematikusan ezt a gyűjteményt valamilyen módon, hogyha szeletekben is, de ezt bemutassuk. Ehhez kapcsolódik még, ami az Országos Petőfi Sándor Társaságnak, a Kiskörösváros Önkormányzatának, illetve a mi múzeumunknak a közös projektje, hogy az emlékévre szintén egy felhívást tettünk közzé a magyarországi alkotók felé. Az idő igaz, és eldönti, ami nem az címmel. Ez egy nagyon szép Petőfi idézet, és erre a jeligére, erre az idézetre vártunk az alkotóktól a saját műfajukban egy-egy alkotást.
A beadási határidő az február végén lejárt, úgyhogy már a múzeumokban van a beérkezett anyag, körülbelül 300 alkotás érkezett erre a tematikus pályázatra, és zsűrizés után ebből az anyagból egy nagyon szép művészkönyv is készül, illetve a bennmaradt zsűrizett alkotásokból ez évben a Petőfi Szilveszter keretén belül nyílik majd egy időszaki tárlat. A zene előtti percekben Domonyi László kiskörös polgármesterével már beszélgettünk azokról a kiállításokról, vagy akár kezdeményezésekről, lehetőségekről, amelyek ténylegesen nagyon sok formában és sokféleképpen szólítják meg az embereket, és sokféleképpen akarják, szeretnék majd bemutatni Petőfi Sándor munkásságát, életét. Viszont én mindenféleképpen szeretném kiemelni, és talán mondhatni is azt, hogy ilyen szempontból kiskörös központi Petőfi kultusz helye, az az együttes, amit én bemutattam, ugye a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumot, hogy pontosan milyen elemekből is épül fel, vezessen minket körbe, és mutassa be nekünk azoknak, akik még nem jártunk ott ezen a helyszínen. Rendben. Ja, a város büszkesége és a legfontosabb, egyben a legféltettebb kulturális épített értéke, az pedig ugye Petőfi Sándor szülőháza. A ház nem tudjuk pontosan, hogy mikor épült, valamikor az 1780-as években. Ez egy háromosztatú, nádfedeles népi műemlék, és nyugodt szívvel kijelenthető, hogy az országos kulturális turizmusnak egy kiemelt pontja. Most a mi múzeum együttesünknek az alapja is maga a szülőház, és a kiskörösi kultuszápolási tevékenységnek is, a kultuszápolási tevékenység is magához a házhoz kötődik. Már nagyon korán, a költő halála után, szinte néhány éven belül Kiskörösön is, és országszerte is megindult a kultuszápolási folyamat. Mindent elkezdtek az emberek gyűjteni, ami Petőfihez kapcsolódik. Legyen az kézirat, legyen az tárgy. Megjelölték azokat az emlékhelyeket, ahol bizonyíthatóan járt a költő, és hát ekkor az 50-es, 60-as években került márványtábla is a költő szülőházára. Kiskörösen nagyon fontos az 1857-es év, amikor is Sárkány János, aki Petőfi Sándornak iskolatársa volt, és 57-ben ő volt Kiskörösen az evangélikus lelkész, megtalálta és közzétette a Vasárnapi Újság hasábjaim a költő keresztelési bejegyzését. Ez egy nagyon szép anyakönyv, és ebben nagyon-nagyon szépen látható, hogy Alexanderként jegyezték be, ugye latin volt akkor még a hivatalos nyelv, Alexanderként jegyezték be Petőfi Sándor keresztelését 1823. január 1-én. Ugye a szülők, keresztszülők neve is olvasható ebben az anyakönyvben. Tehát a kultuszápolás kezdete is ide kötődik Kiskörösöz, és természetesen a házhoz is, hiszen nagyon korán, 1880-ban megnyitották már, nem is akárki, hanem Petőfi jó barátja, maga az írófejedelem Jókai Mór volt az, aki a Magyar Írók és Művészek Társasága nevében korábban megvásárolták, utána pedig 1880-ban felavatták a házat, és ezzel ez lett az első magyar irodalmi emlékház. Nagyon büszke Kiskörös arra, hogy a ház 1880 óta folyamatosan látogatható, és évente körülbelül 20 ezer látogató nézi meg, hogy melyik ágyban is született Petőfi Sándor, hiszen azt az ágyat bemutatjuk a kiállításban, melyik volt a családnak az almáriuma, melyik volt a költő édesapjának, Petrovics Istvánnak a ládája, illetve jó néhány relikvia található még a szülőház kiállításában. Ahogy említette is, mellette egy modern épület, egy kiállítás számára épülő modern épület látható. Az emlékévre ebben az épületben is elkészül egy új szemléletű modern kiállítás. Az lesz a címe, hogy 7 év. Nem mutatja be a kiállítás, illetve nem foglalkozik a kiállítás Petőfi életrajzával, hanem csupán arra a nagyon rövid 7 éves alkotói időszakra koncentrál, ami adatot Petőfinek. Ugye ez egy tragikusan rövid időszak, és a 7 év alatt több mint 800 vers született. Tehát a Petőfi életmű óriási,
és ebből szeretnénk minél többet bemutatni majd ebben a kiállításban. Ez már a múzeum épületében található, igen, az Emlékmúzeum, igen, épületében. Igen. Szóval a Petőfi Műfordítói Szoborpark is a világon egyedülálló. Ennek az az alapja, hogy Petőfi Sándor a legtöbbet fordított magyar költő. Több mint 50 nyelvre fordították le a műveit. Ez nem azt jelenti, hogy a több mint 50 nyelven a teljes Petőfi életmű elérhető, de a legfontosabb versek azok számos nyelven, vagy a legfontosabb verseket számos nyelvre lefordították. Jelen pillanatban 18 külföldi fordítónak a szobra található a műfordítói szoborparkunkban, és a tervek szerint az előzetes egyeztetések már meg is történtek, egy kínai és egy bolgár fordítóval bővül majd az emlékévben a műfordítói szoborpark. Ez nagyon-nagyon fontos, és azon túl, hogy ez egy egyedi jelenség Magyarországon, maga a mi szoborparkunk, fontos kulturális kapcsolódási pontot jelenthet a küldő országgal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen a téren is tud majd, vagy ezt is tudja majd kamatoztatni Kiskörös, és külföldi országokkal szorosabbra tudja fűzni majd a kulturális kapcsolatokat. És aztán ugye nézzük a kincses kamrát, ugye, ami a szülőház szomszédságában található. A kincses kamrák tulajdonképpen két látványtár, az egyik a képzőművészeti gyűjteményünk térbeli alkotásait mutatja be, ez is nagyszámú gyűjtemény, és említettem már, hogy arra sajnos nincsen lehetőségünk, hogy az egész kortárs képzőművészeti gyűjteményünket egy helyen bemutassuk, de arra volt lehetőségünk, hogy legalább ezeket az objekteket látványtári formában megmutassuk a látogatók előtt. Illetve van még egy néprajzi látványtárunk is, ennek pedig az a háttere, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumhoz tartozik egy nemzetiségi tájház is, a szlovák tájház, és a szlovák tájház berendezett gyűjteményén túl még a plusz gyűjteményi darabokat, amik nem fértek be már a tájházba, azokat tudjuk szintén látványtár formájába bemutatni. És ez évtől, január 1-től egy kulturális attrakció, egy nagyon népszerű elemmel is bővült a mi múzeum együttesünk, a János Vitéz Látogatóközpont is hozzánk tartozik. Nagyon szerencsés helyzetben van Kiskörös, hiszen ezek a látnivalók, ezek a múzeumi egységek karnyújtásnyira vannak egymástól Kiskörös központjában. 4-5 perc séta alatt mindegyik egységünkben el tud jutni a látogató, úgyhogy ez nagyon-nagyon szerencsés, hogy noha széttagolt az intézmény, mégis egy helyen van, és könnyen el tudnak a látogatók jutni oda. János Vitézzel kapcsolatos bemutató teremre már utalt polgármester úr is, viszont a részleteket nem mesélt el. Annyit megtudtunk, hogy a fejezetek között járkálhatunk, sétálhatunk, de miként valósul meg János Vitéz története egy kiállító helyen? Nagyon fontos szempont volt az interaktív labirintus létrehozásakor, hogy célzottan azokat a diákokat szólítsa meg, és azokat a diákokat vonza be a látogatóközpontban, akik frissen tanulták a Petőfinek a János Vitéz című elbeszélő költeményét. De azért esett erre az elbeszélő költeményre a választás, mert maga az épület, amiben helyet kapott, az szinte egyidős az elbeszélő költeménnyel, ez 1844-ben jelent meg. Ebben az időszakban épült az az impozáns épület is, amiben a kiállítás helyet kapott, és nagyon fontos volt, hogy a diákokat élményszerűen vonja be János Vitéz történetében. Na most ez, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, hiszen olyan modern formában tudja megmutatni és átélhetővé tenni a kiállítás ezt az egyébként is szenzációsan jó irodalmi alkotást, ami maradandó élményeket, maradandó benyomásokat hagy a gyermekekben. A mostani fiatal generáció ugye nagyon nehezen tud elszakadni a technikai újításoktól, úgyhogy az volt az alapkoncepció, hogy egy tabletet adjunk a gyermekek kezébe,
és a tablet segítségével, illetve a tablet útmutatásai alapján járják be ők a labirintust, ahol minden egyes állomása megjelenik magának az irodalmi műnek. Hanghatások, fényhatások, gyönyörű installáció várja a belépőt, és tényleg mintha egy mesevilágba csöppennénk bele. Nagyon fontos, hogy noha kiemeltem, hogy elsősorban erre az iskolás korosztályra koncentrál maga a tárlat, de a fiatalabbaknak is, akik még nem tanulták a János Vitézt, egy maradandó emléket, maradandó élményt nyújthat, és a felnőtteknek is, tehát nyugdíjas csoportok is beszoktak menni a labirintusba, és ők is teljesen felszabadultan, teljesen elvarázsolva járják be ezt az utat, mert valóban olyan, mint egy mesebeli birodalomban járnánk. És a Petőfi szilveszterről is már sokszor hallhattunk, ön is említette, ugye, hogy akkor kerül majd bemutatásra az a kortárs gyűjtemény, amiről a beszélgetésünk elején szó esett, de polgármester úr is utalt ugyancsak rá a Petőfi szilveszterekre Kiskörösön. Miért kiemelt esemény önöknél a szilveszter? Szilveszter az Kiskörösön egyenlő Petőfi Sándor születésnapjával, és ezt Kiskörösön mindig is megünnepelték, tehát ha nem is egésznapos és nem csak nem kimondottan szervezett formában, de szilveszterkor évtizedek óta van megemlékezés a szülőház előtt a főtéren. Amikor 1998-ban a múzeum a város fenntartásába került a Bács-Kiskun megyei múzeumi szervezettől, onnantól kezdve egy különleges tematikájú Petőfi szilveszteri rendezvény várja itt az év utolsó napján az érdeklődőket. Egyedülálló a szilveszter olyan tekintetben, hogy noha lehetőség van arra, hogy az ember mulasson, táncoljon, jól érezze magát, mégis a fő hangsúly az a kultúránban, illetve hát nyilván Petőfihez kapcsolódó kulturális elemekből épül fel a szilveszter. A délután, kora délután indul, és az első programpont egy nagyon-nagyon a mi szívünknek nagyon kedves programpont, ez pedig egy kötet átadó. Ez ugye önmagában nem sok mindent jelent, de ha szeretném elmesélni, hogy milyen különleges köteteket kaphatnak itt a gyermekek. Néhány évvel ezelőtt Kiskörös város polgármestere a serleges fogadalom tétel alapján, amire majd egy pillanatra még szeretnék visszatérni, azt a fogadalmat tette, hogy azok a gyermekek, akik Magyarországon január 1-én születnek, azok kereskedelmi forgalomban nem kapható sorszámozott, névre szóló Petőfi összes költeményei című kötetet kapnak ajándékba Kiskörös várostól. De jó néhány éve megy már ez a fogadalom, eddig több mint 1000 kötetet juttattunk el azoknak az egyéves gyermekeknek, akik ezen a jelentős napon születtek, és hogyha van rá lehetőség, akkor a szülők elhozták szilveszterkor az egyéves apróságokat, és egy nagyon kedves, bensőséges átadó ünnepség keretén belül polgármester úr átadja a családoknak ezeket a köteteket. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, bízunk benne, hogy hosszú ideig tudjuk folytatni ezeket a köteteknek az átadását, és valahogy megalapozza az egész szilveszternek a hangulatát. A program további része, ahogy haladunk előre a szilveszteri programban, a kötet átadó után kiállítás megnyitó, idén ebből az országos új pályázatra beérkezett anyagból nyílik majd kiállítás, erre várjuk majd az alkotó művészeket is, és egy színházi előadás is része mindig a programnak. Kiskörösön működik, én azt gondolom, évtizedek óta a Szilveszter Társulat. Ez a társulat nem végzett színészekből áll, de profi színészeket idéző módon állítanak színpadra, vagy Petőfihez, vagy valamilyen reformkori témához kapcsolódó darabot, és mindig óriási sikere van ezeknek az előadásoknak. Több hónapos munka előzi meg ezeket a színházi megjelenéseket, és a Szilveszter Társulat nagyon-nagyon lelkesen készül már most is az idei szilveszteri megmérettetésre, hiszen ők is tudják, hogy az évfordulós alkalmon
nyilván egy nagyobb figyelem fog majd Kiskörösre irányulni. A szilveszteri előadás után van egy kulturális vacsora is, ami azért különleges, mert reformkori ételekből áll össze a menü, illetve olyan italokból, amit akár Petőfi is ihatott, kiemelt ital például a Petőfi féle kávélikőr, amit Kiskörös szintén újra gondolva, de az eredeti receptúra alapján az emlékévre elkészített, úgyhogy ezt a szilveszteri vendégek meg is tudják kóstolni, és az egész menüsor nyilván modern formában a 21. század igényeknek megfelelően, de a régi reformkori ételeknek az újra gondolása. Nagyon fontos program elem a szülőház előtti megemlékezés. Ilyenkor természetesen a beszédek, szavalatok, kulturális összeállítás kap szerepet, és ilyenkor van a polgármesteri serleges fogadalomtétel, amire az előbb már utaltam is. Ilyenkor a mindenkori város vezetője egy különleges 1913-ban készült színezüst Petőfi fogadalmi serleggel, a Billikommal kiáll a résztvevő közönség elé, és ott egy olyan fogadalmat tesz, ami a Petőfi kultusz ápolását szolgálja, és ezt tovább lendíti. Ezek a fogadalmak nem kifejezetten helyi jellegűek, nem csak Kiskörösre vonatkoznak, nagyon sok esetben ezek megyei vagy akár országos méretűvé is szélesednek. Többek között ilyen fogadalom volt az egyéveseknek a különleges Petőfi kötetek átadása. Kíváncsian várjuk, hogy idén polgármester úr milyen fogadalmat fog tenni. Én biztos vagyok abban, hogy méltó lesz majd az emlékéhez az a nagyság, amit ebben az évben ő majd fogadalomként fog tenni. És még egy különlegessége van a szilveszteri éjszakának, hiszen éjfél után el tudunk vonulni az evangélikus templomba, ahol Petőfi Sándort megkeresztelték, és ott egy új évkezdő áldásban részesíti a lelkész úr a megjelenteket, illetve ekkor és csak ekkor az évben megtekinthető Petőfi Sándor eredeti keresztelési anyakönyve, és ugye ott meg lehet nézni, hogy hogyan is jegyezték be a költő keresztelésének a tényét. Tehát így áll össze ez a nap, így áll össze ez a program. Természetesen van zenekar, lehet táncolni is, de mint ahogy az előbb is említettem, a fő hangsúly az irodalmon, a helyi Petőfi kultusz ápoláson van. Részesei lehettünk itt a beszélgetések által, hogy nem csak önök már, mint a Kiskörös Petőfi 200 Emlékbizottság, hanem én úgy gondolom, hogy Kiskörös összes lakója azon munkálkodik, hogy ez a kultusz ez minél tovább fennmaradjon, és minél több helyre eljusson. Azért is tekintettünk most előre, és azért is beszélgettünk most itt akár a szilveszteri eseményekről is, hiszen a jövő év kezdete, tehát jövő év első napja, 2023. január 1-je lesz az a nap, amikor is megnyílik a Petőfi bicentenáriumi év születésének 200. évfordulója kapcsán, és amelyre Kiskörös is, de Bács-Kiskun megye nagyon sok más települése és Budapest több helyszíne is gőzerőkkel készül. Én köszönöm szépen dr. Filus Erikának, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatójának, a Kiskörös Petőfi 200 Emlékbizottság titkárának, hogy elnavigált minket itt a szülőház és a szülőházhoz tartozó bemutatóterek, Petőfi kultuszt fenntartó különböző kiállítási helyek, időszaki kiállítások és állandó kiállítások területén, és megismerhettük egy kicsit Kiskörös ilyen életét is. Én is nagyon szépen köszönöm.